Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt, nem sokkal karácsony előtt a Tech 2 YouTube csatornáján. Mint láthattátok, már nem egyszer készítettünk autókról videókat, pontosabban fedélzeti rendszerekről, vagy valamilyen ehhez kapcsolódó technológiáról. Ugyanis az okostelefonok, okoskütyük már nincsenek túlságosan messze az autóktól, lassan már minden tényleg okos előjáró szóval illethető, így az autók is. Most pedig egy olyan rendszerre térünk ki picikét bővebben, ami az Audit érinti, hiszen az egy dolog, hogy a fedélzeti rendszert már bemutattuk, de van egy különleges szolgáltatás, ez pedig az Audi Connect, ami egyedi funkcióknak az elérhetőségét biztosítja, és igazából ez emeli ki magát a rendszert és a többi közül, hiszen így azért plusz funkciókat, plusz információkat kaphat a sofőr, megtudhatja, hogy honnan, hova megy éppen vonat, vagy azt is, hogy hol van a legközelebbi fesztivál. Ehhez egyébként szükség van egy online regisztrációra, valamint érdemes használni egy applikációt is, mind a kettőt viszonylag könnyű megoldani, illetve telepíteni, de hogy pontosan milyen pluszt ad ez az Audi Connect, arról most fogok bővebben beszélni. Ha tehát túl vagyunk az online regisztráción, összekötöttük az autót is a programmal, akkor már is működik az Audi Connect, ahol számtalan hasznos információt és menüpontot találunk. Kezdjük például az időjárás előrejelzéssel, nyilván ehhez is internet szükséges, amit vagy a mobiltelefonunkról, vagy más eszközünkről hotspot segítségével adunk meg az autónak, vagy a beépített SIM tárcára helyezünk valamilyen kártyát, ami adatforgalomra képes. Itt már látjuk, hogy jelenleg milyen időjárás van, Szegeden tartózkodunk, de a következő óráknak az előrejelzéseit is megfigyelhetjük. Ma egész kellemes, nem túl meleg időjárásra számíthatunk, pontosan elég arra, amire kell. Időjárás előrejelzés, tartalmak betöltése, holnap után végig tudjuk nézni, hogy a következő időszakban majd mennyire fog újra visszaállni nyári hőmérsékletre az időjárás, és látszik is, hogy mennyi a várható eső, körülbelül mennyi csapadék hullhat, milyen szélerősségre számíthatunk, ugye mostanság egy picikét talán erősebbre. Időjárási térkép, ilyen is létezik, ebbe is belemegyünk, innentől kezdve tartózkodási hely környezetében keressük azt, hogy nagyjából mire számíthatunk. Az időjáráson kívül vannak üzemanyag árak is, amit szintén az online információknak a segítségével gyűjt be a szoftver. Nyilván ilyenkor elgondolkodik, hogy mi hogy néz ki, és a legközelebbi töltőállomásokat nekünk olcsósági, tehát növekvő sorrendben ide rakja, hol a legolcsóbb az üzemanyag, és mindenhol dízelt ír ki, hiszen be van állítva, hogy ez a gépjármű egy 3 literes turbo dízel motorral hajtott darab, tehát ennek köszönhetően nekünk mindenképpen dízelt kell tankolni, és itt van az összes lehetőség, ami egyébként a szoftveres adatbázisban megtalálható. Elektromos töltőállomások, erről is kell mindenképpen információ, hiszen ez egy hibrid megoldás, ami egyébként azt mutatja, hogy lehet elektromosan is, illetve dízel motorral hajtani. Sajnos, mivel Szegeden vagyunk, itt jelenleg nem lehet elérni, de hogyha mondjuk beütünk egy másik helyet, teszem az Budapestet, amit itt ki is dob, akkor már nyilván több találatunk lesz, hiszen ott rengeteg töltőállomásra van lehetőségünk. Itt az összes lehetőség kint van, ami csak lehetséges. Lánchíd utca, Erzsébet körút, Fő utca, szóval tényleg nagyon-nagyon up-to-date ez a rendszer ilyen tartalom szempontjából is. Hát Szegeden sajnos még nincsen töltőállomás, ahol lehet egyébként etetni az akkumulátorokat. Az online híreknél RSS olvasót találunk, ezt az online felületen, tehát az internetes felületen kell egyébként beállítani, hogy mi legyen, akár a Tech2-t is hozzá lehet adni. Most jelenleg a beépítettek közül választunk egyet, és már is itt van, hogy például Merkel és Macron éppen miről beszélgetett, és ha szeretnénk mondjuk állunk valahol és várunk valakit, akkor akár el lehet olvasni a legfőbb híreket. Ez szerintem tök jó dolog, és elég kényelmes távolságban van a kijelző ahhoz, hogy ne bántsa a szemünket akár az olvasás, de mégis kényelmesen lehessen böngészni a tartalmakat. Vannak városi események, nem feltétlen csak a Szegeden lévőket tartalmazza, hanem éppen ezek az online felületre feltöltött lehetőségek azok, amik azonnal megjelennek, navigációs lehetőséggel rögtön rendelkeznek, tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk meglátnánk ezt a rockmaratont, ami majd indul nem sokára, akkor 123 km-rel arrébb kell indulnunk, és ezt meg is tudjuk adni egy pillanat alatt a navigáció segítségével. Van utazási információ, repülési információ. A repülési információ azoknak jó, akik valamilyen repteret keresnek, hiszen a közelben lévő legfontosabb airportokat, reptereket azonnal ki tudja jelezni nekünk a rendszer. Tehát mondjuk, hogyha Temesvárra mennénk,
akkor is ott van, hogy hány kilométer múlva merre kell kanyarodnunk, és oda tudunk navigálni egy pillanat alatt. Ha tovább megyünk, akkor a vasúti információk hasonló lehetőséget kínál, valamint online úti célok is vannak, amiket be lehet táplálni. Egyébként ehhez is az internetes felületet kell használni. Itt is van, hogy vasúti információk, tehát hol vannak legközelebb olyan megállók, ahova el lehetne menni, tehát ha valaki érkezik mondjuk Szatymazra, akkor csak rábökünk erre, és azonnal elindíthatjuk a navigációt, hogy mi oda szeretnénk menni. Indulás, érkezés. Azonnal meglátjuk az információkat arról is, hogy mikor, milyen vonat jön oda éppen, és hát a Szegedre érkező vonat, vagy induló vonat, attól függ, hogy melyiket választjuk, már is itt van, hogy mikor ér oda Szatymazra, mennyire kell sietnünk éppen egy ismerősünk elé, vagy pedig mennyire kell azért sietnünk, hogy mi magunk föl tudjunk szállni a vonatra. Ez tehát a felnézeti rendszer, Google Earth is van természetesen, tehát ezt is el tudjuk érni, online közlekedési információk és különleges úticélok, ezekre mind lehetőség adódik, Twittert is hozzá tudunk kapcsolni, valamint Wi-Fi-s WLAN média lejátszót is képesek lehetünk elindítani, ez fordítottan működik, tehát az autóra kell kapcsolódni, és nem pedig az autó kapcsolódik a telefonra, ez tényleg egy nagyon hasznos dolog, és a parkolási pozíció, képesek vagyunk rendben gombnyomás után megtudni, hogy éppen hol parkolunk, nyilván ez inkább távolról lehet egyébként egy hasznos dolog, hiszen az internetes felületen rögtön meg tudjuk látni, de akár az alkalmazásban is, hogy hol hagytuk az autót, tehát ha véletlenül elfelejtenénk, ami egy picikét azért ciki, akkor sem kell a kardunkba dőlnünk, hiszen lehetőségünk nyílik arra, hogy megnézzük, merre parkol éppen a gépjármű. Ez volt tehát az Audi Connect-nek a felnézeti rendszere, ami a gépjárműről elérhető, de hát azért itt az online felület, illetve az applikáció is fontos részét képezi ennek az ökoszisztémának. Prémium márka tehát, prémium szolgáltatások, nyilván ezt valamennyire el is várjuk, hiszen azért itt nem 3 millió forintos gépjárművekről van szó, hanem 10 plusz milliós kiadásokra kell számítani, hogyha valaki akár az Audi A4-et, akár az A5-et, vagy éppen a Q7-et választja. Ez volt tehát az Audi Connect bemutató, köszönöm szépen nektek a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a következő képnél, nyomjatok egy lájkot, sziasztok!